A legtöbb helyen már megszabadultak a karácsony jelképétől, a fenyőfától, de vannak még olyan otthonok, ahol eddig gyönyörködtek benne. A DTK Nonprofit Kft. Január elején gyűjtötte be a fákat, az utolsó időpont pedig, amikor elszállítják a tűlevelőeket, január 26-a szombat. A szolgáltató kéri, hogy aki szeretné, ha elvinnék a fáját, szombat reggelig helyezze ki azt a kuka mellé. Ma a gyülekezeti házban, holnap pedig a felszegi templomban folytatódik az ökumenikus imahét. A ceglédi felekezetek minden évben csatlakoznak az országos programokhoz. Ilyenkor istentiszteleteket tartanak és imádkoznak a keresztények egységéért. Az ökumenikus imahét idei bibliai mottója Mózes 5. könyvében található, amely szerint az igazságra és csakis az igazságra törekedj. Cegléden holnap este 6 órakor a református felszegi templomba várják a híveket. A házigazda Berecki Őrs lelkipásztor lesz, az ige hirdető pedig Sinkovics Sándor, baptista lelkipásztor. Ceglédi magánszemélyek és ceglédi cégek is vannak a NAV legutóbb közzétett adós listáján. Az adó- és vámhivatal honlapján érhető el a lista. A 10 millió forintnál nagyobb adótartozással rendelkező magánszemélyek között 10 ceglédi van, a 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező cégek között pedig 7 ceglédi telephelyen rendelkező vállalatot találni. Ezek csődeljárás alatt lévő cégek, van köztük élelmiszerfeldolgozással, illetve vagyonvédelemmel foglalkozó vállalat is.